Oravec Imre, az öregek látogatása. Megrázkódnak, és előjönnek a föld alól. Lesöprik magukról a deszkát, gyökeret, rozsdásszöget, és elindulnak. Kivonulnak a temetőből, a régiből, az újból. A kapunál bevárják a kanadásokat, megkérdik, hogyan utaztak, milyen fekvés esik idegenben. Aztán leereszkednek a völgybe, előzönlik. Visszaveszik a cigányoktól, a nyaralóktól az ófalut. Dohosak, régi módiak, furcsák. De az élők nem ijednek meg tőlük. Már várták őket. Szaladnak át új telepről, és csatlakoznak hozzájuk, követik példájukat. Munkához látnak. Felépítik a lebontott házakat, istálókat, csűröket, disznóolakat, helyreállítják az elhagyott portákat, szérűket, kerteket, figyelmük minden részletre kiterjed. Mindent pontosan oda tesznek, hol volt. A méhesekről, pincékről és köcsökszárítókról se feledkeznek meg. Feloszlatják a téjeszt. Nagy kő esik le a szívükről, de az öregek nem fölényeskednek, nem mondják, hogy ugye mi megmondtuk. Nem kérnek számon, nem panaszkodnak, nem szítják a rendszert, nem bőszítik a hatóságokat, nem mondanak semmit. Elnézőek, bölcsek. Összeszedik a határban a szétszórt műanyagzsákokat és a kihordott szemetet, feltörik a parlagon hagyott földeket, mindenki visszakapja a magáét, nincs vita, veszekedés. Az öregek még emlékeznek rá, kié hol volt. Az új dűlőutakon nem változtatnak, de a régi gyalogutakhoz ragaszkodnak. Visszahozzák a lovakat, boldogan nyerítenek, mikor megérkeznek. Visszakerül a sok kocsi, vetőgép, hám, szerszám, minden. Mindenki kap egy üszőt az induláshoz, aztán a betanítás következik. Megmutatják fiaiknak, unokáiknak, mit elfeledtek, vagy sose csináltak. A városi ükunokák kiszállnak autóikból, és tágra nyílt szemmel figyelnek. Ilyet még nem láttak. Szinte ők is kedvet kapnak egy kis kaszáláshoz, rudaláshoz, van ki a ló mellé traktort is vesz, az öregek nem ellenzik, haladni kell a korral, csak ganaj legyen, szerves trágya. Menesztik az idegen tanácselnököt. Visszaadják jogos tulajdonosának a tanácsháza épületét, melyet elvett tőle az állam. Leszerelik az utcai hangszórókat, és bírót választanak. Kisbíró nem kell, kézbesítő is megteszi. Legeltetési bizottságot alakítanak, meg értékesítési szövetkezetet. Tanítót kérnek a megyétől, újra megnyitják az iskolát. A gyerekek megint helyben tanulnak, nincs többé buszozás. Az asszonyok libát tartanak, vásznat szőnek, kenyeret sütnek. Megint lesz pap, kovács, bába, borbély, bodnár, daráló, könyvtár a faluban, és emlékművet állítanak a II. Világháború halottainak. Eleinte akadozik a dolog. Hol ennek, hol annak a gazdának töri fel a tenyerét valaminek a nyele, mert könnyelműen beleköpött. Hol ez, hol az ront el valamit, hagy ki valamely munkafolyamatból egy mozzanatot, vagy nem tudja, mi a teendő, ha ellik a tehén, hogyan kell kazlat rakni, kaszát verni, káposztát tapodni, de lassan, mindenki belerázódik mindenbe, és nincs szükség többé az öregekre. Az élők
Szeretnék, ha még maradnának. Olyan jó volt, hogy megint mindenkinek volt apja, anyja, nagyapja, nagyanyja, apója, szüléje, hogy mindig volt otthon valaki. Jó volt velük mindent megbeszélni, tőlük tanácsot kérni, hallgatni őket esténként, kukoricafosztás vagy kosárfonás közben, mikor meséltek, hogy az ő idejükben mi volt, hogy volt, olyan volt, mint régen. De nem lehet, menniük kell. Intenek nekik, az öregek visszaintenek, megint megtették a magukét, nem haltak meg hiába. Lassan mozognak, sokáig szöszmötölnek a sírok közt, fáradtak kissé, nehézkesek, de nem szomorúak. Elégedetten, derűsen húzzák magukra a földet.